Akbar királynak sok minisztere volt, de volt egy kedvenc minisztere. A kedvenc minisztert úgy hívták, hogy Birbal. És általában a mások miniszterek nagyon irigyek voltak rám, de amikor bajba kerülték, akkor mindig mentek utána és kérték, hogy segítsen, oldja meg a problémát. Másképp az Akbar, ő nagyon közszívű volt, meg tudta volna őket büntetni, akárhogy, hogy megölni. És Akbar nagyon szeretett tesztelni a minisztereket, és néha megijeszteni őket. Egyik alkalommal az történt, hogy mondta nekik, van egy kérdésem, kedves miniszterek, ti vagytok az agy a királyságban, nektek mindenre kell tudni választ, és a következő a kérdésem. Van-e esetleg olyan, amire király képes, de Isten nem képes? Nagyon megijedtek a miniszterek. Gondolták, ez nagyon-nagyon ravasz kérdés. Mit válaszoljunk rá? A miniszterek elgondolkodtak. Azt fogunk mondani, hogy van olyan tett, amire képes király, de Isten nem képes, akkor ez Isten káromlás. Hogyha azt mondjuk, nincsen olyan, amit megcsinálhatna király, de Isten nem lesz erre képes, akkor dühös lesz az Akbar, és meg fog ölni minket. Ezért elmentek, megkeresték a Birbalt. Megközelítettek, és mondta, kedves Birbal, most csak te tudsz segíteni, légy szíves, gyere velünk, és válaszolja a királynak erre a kérdésre, hogy van-e olyan, amire király képes, de Isten nem képes ezt megcsinálni. És a Birbal mondta, persze, segítek, hogy ne. Elmentek a palotába, mondták a miniszterek, itt van a Birbal, ő tud válaszolni. Rendben, Birbal, mondta Akbar király, akkor a kérdésem a következő. Van-e ilyen tett, amire képes a király, és Isten erre nem képes? És akkor válaszolt a Birbal, mondta, igen, van ilyen. Nagyon meglepődött a király, gondolta, ez nagyon bátor, tetszik, az egójának nagyon tetszett, a hamis büszkeségnek, de ugyanakkor nagyon meg volt lepődve, Isten káromlás ez az egész kijelentés. Ezért mondta, kedves Birbal, kérlek, ez most magyarázd meg nekem. Birbal következőt válaszolta. Kedves királyom, neked van nagyon hatalmas birodalom, királyságot, az kétségtelenül. De hogyha van olyan ember, akivel nem vagy elégedett, egy bűnös lélek, akkor egy király tudja kizavarni a királyságából, hogy hagyjon el a királyságnak a határait, és többet nem látogathatja a királyságot. De Istennek mindenhol van a királysága, határtalan, ezért ő nem képes bárkit is elzavarni a királyságból.